Most már tényleg nagyon szép lett ez a rovatalozó, de mielőtt a megújulásról beszélnénk, egy kicsit idézzük fel a régi rovatalozónak a történetét. Hány éves volt az az épület? Ez az épület, ez körülbelül a 40-es, 50-es években épült, és gyakorlatilag már nagyon elhasználódott. Ideje volt már felújítani, mert ez gyakorlatilag szégyene volt a gyülekezeteknek és az egész Soltvatkert városának. Arra nem volt lehetőség, hogy teljesen új épület készüljön, hiszen tudom, hogy ezt a régit csak felújították, a csak idézőjelben. Ez egy LEADER pályázattal sikerült felújítani ezt az épületünket, és ez csak felújításra szólt. De hogyha majd meglátják a soltvatkerti lakosok, nem fogják észrevenni, hogy ez egy régi épületből átalakított, tehát minden teljesen új benne. Milyen állapotban volt a régi épület? Nagyon rossz állapotban volt, tetőt kellett volna cserélni, maga a kiszolgáló helységek se feleltek már meg a modern követelményeknek, úgyhogy nagyon időszerű volt már ennek az újjáépítése. Ez régóta beszéd téma itt a városban, hogy ezt fel kellene újítani? Igen, hát gyakorlatilag egy másfél éve ült össze az evangélikus egyház elnöksége és a református egyház vezetősége, és akkor nem volt lehetőség, pályázati lehetőség. Azt beszéltük, hogy saját pénzből bevonva a polgármesteri hivatalt is, illetve az önkormányzatot is megépítjük ezt a ravatalozót, de szerencsére nyílt ez a lehetőség, és így most akkor nem kellett saját pénzből, hanem pályázati úton sikerült megújítani ravatalozót. Mondom, az emberek is szóvá tették, hogy ráférne már egy kis felújítás. Igen, mint gyülekezeti elöljáró is szóltak, meg mint önkormányzati képviselő is, már mindenki nagyon szorgalmazta ezt a felújítást. Ugye egy felújításhoz pénz kell, említette, hogy a LEADER pályázaton nyert pénzből lett felújítva. Mennyi sikerült szerezni erre a felújításra? 20 millió forintot sikerült szerezni erre a felújításra, de mint ahogy az lenni szokott, a pályázatoknál, meg az épületeknél, ez nagyobbak voltak az elképzelések és az elvárások, mint a pénz, és így gyakorlatilag egy nagyon nagy gesztust ajánlott fel a Max Beton Kft. Igazgatója Bezsenyi Barna, egy 5 millió forintos munkát adományozott ebbe a ravatalozóba. Gondolom, hogy amikor elkezdték, igazából még nem tudták, hogy mi az, amit fel kell újítani, hiszen egy ilyen régi épületnél majd akkor derül ki, hogy milyen gondok vannak, amikor hozzákezdenek a munkához. Igen, hát csak a főfalak maradtak, más mindenki lett cserélve, mellékfalak is ki lettek cserélve, vagy áthelyezve, tehát gyakorlatilag teljesen átalakult ez az épület. Így nézett ki eredetileg is? Tehát ha most így ránézünk, az eredeti épület is így nézett ki, csak természetesen romos állapotban? Igen, ugyanez volt a fekvése. Meg ugyanezek a helyiségek voltak? Nem, a helyiségekben is változás történt. Egy nagy terem lett, régen volt benne bonzterem, az kikerült most. A lelkészeknek külön öltöző van, vizes blokkal, és ami nagyon fontos, nem volt a temetőnek WC-je, és most az épületbe helyet kapott egy női férfi mosdó is. Nem csak az épület újult meg, hanem én úgy tudom, hogy majd a környezete is. Igen. Egy parkolót fogunk ide építeni, egy 1000 négyzetméteres parkolót, és ez a kerítés is el fog innen kerülni, továbbá az utcafronton a kerítés is meg fog újulni. Ez elkerül, és nem lesz itt kerítés? A kerítés az kijebb lesz téve, teljesen a parkoló szélére. Itt nem lesz majd kerítés, igen. És ennek az elkészítése is benne van abban a bizonyos 25 millió forintban? Nincsen. Ezt a polgármesteri hivatal fogja állni egy részét, és gyűjtést szerveztek az egyházak, abból fog ez elkészülni. Már tudod, hogy mennyi ez az összeg? Ez közel 10 millió forintos összegben gondolkodunk. Egyébként a beruházó kiválasztása a két projekt kapcsán közbeszerzéssel történt? Igen, közbeszerzéssel történt a beruházó kiválasztása, de nem volt nagy jelentkező, mert, mint említettem, kevés volt a pénz erre az épületre, és ezt így aztán egyedül Bezsenyi László adta be rá a pályázatát, és ő is nyerte. Ahogy így körbenézek, nekem úgy tűnik, hogy szépen karban van tartva a temető. Önök is így gondolják? Igen, meg vagyunk elégedve Szebei Andrással, mint egy két éve vette át a temető gondnokságát, és nagyon jó csinálja. Mikor lesz az átadás, hiszen azért egy ilyen beruházásnak illik egy szép átadó ünnepséget szervezni? Előreláthatólag november 2-án lesz az átadó, gyakorlatilag nagyon passzol a halottak napjához.
Gondolom mindenki számára nagy öröm, hogy megújult a Sotvadkerti ravatalozó. Mennyivel fog más lenni egy-egy temetés az elkövetkezendő időben, mint amilyen eddig volt? Hát sokkal színvonalasabb lesz a temetés lebonyolítása. Méltó körülményeket és megadva a tiszteletet az elhunyt és a hozzátartozói részére. Hát igazán a 21. századnak megfelelő körülmények lettek itt kialakítva, és hát reméljük, hogy így színvonalasabb lesz a temetés. Ez pontosan mit jelent, hogy színvonalasabb lesz? Hát a ravatalozó helyisége is nagyobb lett, megújult, szebb lett, és hát méltó körülmények között tudnak elbúcsúzni a hozzátartozók az elhunyt szerettüktől. Sok temetés van itt a Sotvadkerti temetőben egy-egy évben? Hát nem olyan sok temetés, de hát ugye mivel két temető van a városban, megoszlik, van egy katolikus temető, meg ez a közös temető. Hát 40-50 temetés egy esztendőben. Tehát azért ez elég sok embert érint. Igen, 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 sok embert érint, és hát nyilván, hogy mindenkinek a saját hozzátartozójának a temetése az a fontos. És amíg ez a felújítás zajlott, addig hol volt a ravatalozó, vagy hol ravatalozták fel a halottakat? Hát a felújítás ideje alatt a sírhoz legközelebbi úton történt a ravatalozás, ott készültünk elő a temetésnek, ott ravataloztuk föl, ravatalozóasztalt, papasztalt, padokat, hangosítást oda kellett kiszerelni a sírhoz legközelebbi útrész, útszakaszra. Novemberben kerül átadásra hivatalosan és ünnepélyesen, de addig majd használni fogják azért. Hát ha megtörténik a használatba vételi engedély, akkor utána tudjuk hivatalosan ugye használatba venni, utána tudjuk használni a ravatalozót. És ez mikor lesz, mikorra várható? Hát folyamatban vannak ezek az ügyintézések, az engedélyek megszerzése, ezt pontosan nem tudjuk, hát egy-két héten belül megtörténik ez.